Bahár, elállj! Bahár! Istenem! Vigyázz! Mi van vele? Tud valaki segíteni? Ne is állj! Menj, hívjatok orvost! Gyengész! Gyengész! Ciklus 2009. Gyengész! Nem visz magához! Tefo! Tefo! Hívjatok egy orvost vagy a mentőket! Nem tudom! Jöjjenek, ahogy csak tudnak! Valaki, akinél van telefon, hívjon mentőt! Miért nem csinál semmit? Mi van már? Telefonált valaki? Azon vagyok! Nagyon köszönöm. Várjuk. Igen, doktor úr. Egyszerűen rosszul lett és összeesett. Rendben, értem. Azt mondja, vigyük hozzá. Isztambulba? Aha. Nem lenne jobb egy itteni kórházba vinni? Figyelj, ha nagy a baj, akkor inkább ide, ide. Ali, hívtad a repteret? Igen, beszéltem velük. Még gépet is tudnak adni. De Isztambulba az út innen legalább 5-6 óra. Eysen, ne kockáztassunk. Vigyük őt be egy itteni kórházba. Lehet, hogy kiújult a betegsége. Azonnal csinálni kell egy tesztet, amit itt nem tudnak elvégezni. De ha most még 5 órát utaztatjuk, ki tudja, mi baja lesz? A francba! Jól, jól van. Aliens, te? Nyugodj meg. Elindultunk. Hová? Hazamegyünk. Haza kisugom. Isztambul 2005. Bátyám, tudom, ez a levél nem neked megy. De akkor is meg kell, hogy írjam. Mert hallanod kell valamit. A nevem Ucsár Mert, és van egy bátyám, Ömer, aki örökké a bátyám lesz, én pedig örökké az öccse. Bátyó, lehet, hogy soha többé nem látlak már, de soha nem felejtelek el. Kérlek, hagyjatok!
tudok. Hagyjad. Mert összepakoltad már a holmidat? Fogd! Azt mondtam, fogd meg! Asszony, ne csináld! Ne csináld! Vedd el! Itt van a fiad, tessék! Szagold meg! Ő itt a fiad! Ez itt ömer! Anya! Te hallgass! Szagold! Aztán mondd azt, hogy bűnös! Mondd azt, hogy gyilkolt a fiad! Szagold, Mümtaz! Itt van, ez itt ömer! Tessék, fogjad! Ez itt a fiad! Szarítsd magadhoz! Öled meg a fiadat! Öled meg, Anya, Mümtaz! Kérlek, ne! Öled meg! Ne engedd el! Ne engedd el! Anya! Hol vagy, mondd meg! Hol vagy? Mit akarsz? Ne bámulj engem, hallod? Isztambul 2009. Kérem, maradjanak! Bahar! Ne félj! Ne félj! Vigyázzanak rá! Bahar, itt vagyok! Csengiz! Jól van, nyugodj meg! Thank you.
Elnézést. Doktor úr. Már is megnézem őt, aztán jövök és beszélünk. Egy kis türelmet. Angliában azt mondták, hogy teljesen elmúlt, most akkor ez mi? Várjuk meg, mit mond az orvos. Nem, érzem, hogy baj van. De könnyen beszélsz, te még semmiért nem vállaltál felelősséget. Ne hidd, hogy csak te hoztál értünk áldozatokat. Mindannyian megtettük a magunkét. Mikor fogod ezt végre belátni? Elszívok egy cigit, aztán jövök vissza. Sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok önnek. Komolyan. Gyakorlatilag 2 órája itt van mellettem. Pedig nyilván lenne fontosabb dolga. Így alakult, és ráérek. Maga is biztosan fáradt. Nyugodtan menjen és pihenjen. Jenkins már mondta, hogy elmegy, ha gondolja, elviszi magát, ahová szeretné. Egyelőre cigarettázni ment. Ő úgysem marad. Rendbe fog jönni. Ezt meg honnan tudja? Onnan, hogy itt vannak mellette. Az ember gyorsabban gyógyul, hogyha vigyáznak rá. Ha a szerettei fogják a kezét. Ez tényleg így van? Szerencsés, aki ezt megtapasztalhatja. Ez az élet rendje, fiam. Bármilyen messzire is visz az utad, legvégül visszatérsz oda, ahonnan indultál. Bármennyit is változol életed során, mindig azt az énedet keresed majd, akivel egyszer boldognak érezted magadat. De valahogy legbelül örökre megőrzöd azt a lényedet, amivel egyszer megszülettél. És akárhogy is fegyelmezed a benned élő szörnyeteget, elhallgattatni azt már soha nem fogod. Tessék, itt vannak a tengergyümölcsei, a legfrissebbek, a legízletesebbek. Jöjjenek, vegyék, vigyék, tessék. Kék halad, nincs véletlen? Az nincs. Makréla van és norvég makréla. Készítsen valamelyiket. Legyen egy norvég és rukkolával. Ne sajnáld belőle. Rakjál bele rendesen a másikból is. Várj. Fordíts rajta még egyet. Norvég halmi. Félelmetes, hogy 20 év alatt mennyit változik egy város. Hát... Hová lett a mi Isztambulunk, mond? Merre jártál, öreg? Külföldön éltél? Nem, testvére. Egészen közel. Csak hűvösebb helyen. További szép estét.
merre bátyám? Egyelőre csak indulj el. Jó, ha megszokod, fiam. Amíg engem furikázol, csak akkor tudod meg az úti célt, ha már elértük. Gyerünk! Kérem, jöjjenek velem. Oh, Istenem! Nem kell megijedni. Jöjjenek, menjünk be. Bahar! Édes kicsi húgocska. Jól vagyok. De ugye tényleg jól. Csak sok folyadékot vesztettem és kimerültem. Ettől volt igaz? Jobban kell vigyáznia magára. Sajnos elég gyenge az immunrendszere. Jól tették, hogy rögtön behozták. De már jól vagyok. Ne aggódj, teljesen elmúlt. Bahar. Magukra hagyom önöket. Hát ő. Elkísért bennünket. Pontosabban ő hozott ide minket. Hogy? Ővé a helikopter, amivel jöttünk. Végig itt volt velem. Amit nagyon köszönök. Ezek szerint ön mentette meg az életemet. A helyemben mindenki ezt tette volna. Nem igaz. Egyébként nélkülem is jó kezekben volt. Akkor viszont, ha megmentette az életemet, mondhatjuk, hogy ezentúl felelős is ezért az életért. Bahar! Csak vicc volt, Elsán, el ne hidd. Nem komoly. Na, látom, tényleg jól vagy. Az előbb beszéltem az orvossal. Ő mondta, hogy már nincs baj. De azért... jól ránk ijesztettél. Főleg Alira. Amióta behoztunk, meg se szólalt. Csak ült és morfondírozott. Ki tudja, min. Minek beszéljek fölöslegesen? Képzeld, még virágot is akart neked hozni. Cengiz. Alig bírtam lebeszélni. Nem fogta fel, hogy eleve légszomjad van. Akkor teljesen jól vagy, Bahar? Igen. Persze, hogy jól van. Nézd csak meg, már a szeme is csillog. Látod, mondtam én neked. Senki nem fizet meg semmiért. Mindenki rendben lesz nálunk. Valamit azért tudok, nem? Jól vagyok, Ali, és jól is leszek, amíg ilyen őrangyalok vigyáznak rám. Eddig úgy tudtam, az angyalok láthatatlanok. De mostanában bárhová nézek, mindig látok egyet. Na jó, Ali, intézd el a kórházi dolgokat, én meg addig elviszem ezelt, ha megengedi. Épp eléggé kihasználtuk. Mielőbbi gyógyulást kívánok. Félbe maradt a táncunk. Hát, én most is. Táncolnék, csak így mindenféle drótokkal elég nehéz lenne. Bekutoljuk. Ezer úr! Szeretném még egyszer megköszönni, hogy segített nekünk. Hálás vagyok. Ez nem is volt kérdés. Az alak mindenhol ott van. Kezd idegesíteni.
Nincs jobb dolgod ennél. Lassan az egész világra haragszom. Inkább ne foglalkozz vele. Megyek! A lányok odáig vannak magáért. A titokzatos hős. Vagy öntől senki sem menekülhet? De van, aki megúszza. Ugyan már. Látszik, hogy kézben tartja a dolgokat. Néha nekem is hiányzik, hogy kicsit a magam ura legyek. Azt tegyem, amit én akarok. Én úgy veszem észre, most is azt teszi. Igen, van olyan, hogy néha összejön. De azért nem egyszerű. Olyankor pedig mindig szétesek. Helyesen pedig összerak. Látja, én meg pontosan ezt irigylem öntől. Már hogy mit? Család, gyerekek. Egy otthonnak nevezhető hely. Jó az, ha az ember tudja, hogy ki is valójában. Hát, nekem ez megadatott. Örülök, hogy így kiteregetjük a kártyáinkat. Pedig úgy indult, hogy egymás ellen játszunk. Így viszont érdekes lenne lapot cserélni. A magányomat a maga életéért. Eysán senkinek nem adnám. Nyilván hisz nagy a szerelem. Az ő részéről nem tudom. De én még mindig bele vagyok zúgva. Mi változott? Hogy mi? Fene tudja. De én meghalnék érte, ha kellene. Vagy ölnék, ha épp azt szeretné. Haló? Igen, mi a helyzet? Nem mondod. 1000%? Jól van, várj egy kicsit, hadd gondolkozom, mert össze-vissza beszélsz. Inkább oda megyek. Valami sürgős dolog? Csak el kéne intéznem valamit. Nem gond, ha beugrok valahová, mielőtt tovább megyünk. Nyugodtan. Egy haverom, hozzánézünk be egy kicsit. Tudom, hogy a mostani életem nem ezt sugallja, de valamikor innen indultam el. Sokáig ez volt az én birodalmam. Nézze csak azt a teraszt. Régen drága étterem volt, Ali dolgozott még itt. Aki itt kajált, az tényleg számított valamit. Hát, szóval az egy más világ volt. Még Ali is nagy ember volt. Annyira, hogy a bátyámnak szólítottam. Akkor még tudtuk, mi a tisztelet. Egyébként ez volt a műhelye, mert autószerelő is volt. Ali bátyám, elmehetnék ma este kicsit korábban. Miért is? Megígértem Elsámnak, hogy elviszem valahová. Genghis mondott tegnap valamit. Lehet, hogy igaza van. Tényleg komolyak a szándékaid? Tényleg. Ennyi kis pajtás. Elkötelezni magunkat már ilyen fiatalon. Tény és való, hogy ez az Elsán szép meg csinos, de... ebben a korban vergődni gyerekkel, asszonnyal? Ne légy bolond! Ali bátyám. Én ebbe a lányba szerelmes vagyok. Látom, mindjárt elsírod magad, de most inkább ne borulj a nyakamba. Jaj, az meg a rakpart. Istenem, mennyit jártunk ide a haverokkal. És itt lettem szerelmes Elsámba. Innen indult Atai Genghis. Kihez megyünk? Mindjárt meglátja.
Hogyha nem gond, én inkább itt várnék. Ugyan, nyugodtan jöjjön csak be ezzel. Nagyon aranyos emberek. Legalább megismeri a földieimet. Egy nagyon régi barátom öccséhez jöttünk. Tudja, nekem ez a család szinte olyan, mint a sajátom. Szevasz! Ezzel? Ő itt, mert? Nagy cimborám. Isten hozott, fia. Mint az, bácsi, tiszteletem. Csóklom. Jó, hogy látlak. Jöjjön, bemutatok valakit. Ezzel? Ő Mümtaz bácsi. Isten hozott, mi nálunk. Mümtaz bácsi nekem olyan, mint az édesapám. Te is olyan vagy nekem, mint a fiam. Jobban van kicsit? Jobban van? Megvan. Elég gyengén. Most is pihen. Mi baja? Tudja, elég bonyolult. Történtek itt mindenféle dolgok, és mindegy, nem érdekes. A lényeg, hogy jobbulást neki. Köszönöm, fiam. Na és veled mi van? Miket firkálgatsz? Semmit, Dzsengiz bátyám, mert apám arra kényszerít. Nem kényszerítettelek. Dzsengiznek meg nyugodtan elmondhatod. Volt egy csúnya története az újságnál. Te újságíró lettél? Igen, képzeld, van egy szeméttag a lapnál. Tudod, már meséltem. Tudom, az a majom. Bocsánat, Mümtaz bácsi. Na, az hát. Na, a lényeg, hogy tegnap benne voltak a hírekben a hajógyári halálozások, amit már én is megírtam. De a fickó nem engedte, hogy lehozzák a cikkemet. És szerintem azért, mert lefizették. Egymásnak ugrottak. Jogos volt az indulatod? Persze, ráadásul normálisan. Ő volt az, aki bunkó módon lerázott. De nem csapkodtál meg ilyenek? Nem, csak behúztam neki egyet. Figyelj, ha egyszer ennyire hülye. Én tényleg nem is szittam, tök normálisan kértem, ő meg tetű volt, ennyi. És feljelentette. Már meg is kapta a rendőrségi idézést. Mehet be kihallgatásra. Dehogy megyek, nehogy már egy ilyen rendőrökkel fenyegessen. Na hát így állunk. És látod megint milyen makacs. Ismerem már. Gyerekkorában is ilyen volt. Amíg Ömer bátyám élt, sosem veszekedtem. Vagy ha volt is valami, ő mindig lerendezte. Kimennék a mostóba.
fönt, egyből jobbra. Régóta ismered Jenkins-t? Nem igazán. Néhány napja. De mind nagyon megszerettük ezért. Kicsit olyan, mint egy filmbéli hős. Ne túlozzon. Viszont muszáj mennünk. Van még dolgunk. És ide is csak úgy elrángattam, ezzel pedig siet. Annyira azért nem. Örültem a szerencsének. Én is. Ne fáradj, fiam. Mert minden jót. Magának is. Mert miatt pedig ne aggódjam, mint az bácsi. Felhívok néhány embert és elintéz. Nagyon köszönöm, James. Megérdemel. Bármilyen magas is, nem igaz? Jut eszembe, nem kellene egy kis pénz. Szívesen adok. Tudja, csak tessék szemben. De sincs, és meg ne halljam ezt még egyszer, Jenkins. Hálom az égnek, még tudok gondoskodni a családom. Tudom, persze, csak gondoltam, rá kérdezek. Bocsánat a tiszteletlenséget. Hála Istennek, a munka is jól megy. A hotel tulajdonosa megint leadott egy rendelést képkeretekre. Na, ez remek. Jól van. Mondta, hogy ilyenek legyenek. És szerencsére, amennyire tudom, az a fickó már elég régóta dolgoztat magát. 2-3 éve dolgozott. Hát ez a munka legyen. Fogd vissza magad, jó? Anya! Hát, nem tudok segíteni. Azért csak szóljon. Rendben? Jó. Mehetünk? E
Elhiszem, hogy tetszik itt. Mondanám is, hogy maradjon, de hát mennünk kell. A legjobbakat. Szervusztok. Változni nehéz, fiam. De néha ugyanannak maradni még annál is nehezebb. Néha az élet akkora súllyal nehezedik ránk, hogy akinek nincs elég ereje, az pillanatok alatt megrogyalat. Gondolom maga nem ilyen helyekhez volt szokva, de mi itt nőttünk fel. Tényleg, hová valósi? Ez a Mert rendes gyereknek tűnik. Á, egy igazi kópé, a kicsi. Jó lehet, hogy ennyire kedvelik magát. Azám. Olyanok, mint a családom. És az édesanyjának mi baja van? Hát, most egy kicsit rossz paszban van. A legjobb családban is megesik. De majd biztosan meggyógyul. Mert valami olyasmit mondott, amikor még a bátyám élt. Mi történt vele? Ön errel? Miért érdekli? Csak kíváncsiságból, és feltűnt, hogy elszomorodott, amikor a srác felhozta. Őt is ismerte? Persze. A barátom volt. Mi lett vele? Ez elég csúnya történet. Mit csinált? Rossz emberekben bízott meg. Azok pedig csőbe húzták. Börtönbe került, és ott meghalt. Szóval kedvelte őt? Ömert. Nagyon. Nagyon szerettem. Ide is leginkább az ő emléke miatt jövök. Francba, mi volt ez? Ó, hogy ez a... Azt hiszem, defektet kaptunk. Amikor legbelül mindened fáj, és úgy érzed, már nem bírod tovább, akkor tudsz megváltozni. Akkor kell érezned, hogy mindenre képes vagy. Azt hiszem, most lőttek az Armán ingemnek. Halló? Nem, még úton vagyunk. Vagyis éppen defektet kaptunk. Nem kavarok. Mondom, hogy defektünk van. Ne bosszancs már, Eysán. Itt érdelek és szerelek. Ha kész van, azonnal megyek vissza. Igen. Még mindig nem ismered a saját férjedet. Komolyan mondom, kiábrándító vagy. Hogy? Persze, itt van velem. Miért, mi van? Jó. Ezzel, Eysán, valami fontos. Haló? Haló, Ezzel úr! Baj van? Ezzel úr! Jenkins! Haló? Itt vagyok, csak segítenem kellett Jenkinsnek. Mi történt? Úgy berobbant az életünkbe, hogy maga nélkül lassan már nem működünk. Én azt se bánom. Természetesen mi sem bánjuk. Ezért telefonálok. A hétvégén grillparti lesz nálunk, családi körben. Bahar szeretné, ha ön is eljönne. És kegyed már nem is hív? De akkor én is hívom. Rendben, ott leszek. Minden jót. Thank you.
Amilyen? Várjon még. Csak most indultunk el. Egész jól vezet. Majdnem olyan jól, mint én. Hát akkor viszlát. Viszlát. Néha az élet olyan mesdjékre vezet, hogy azt is elfelejtett, ki voltál az utad elején. Ahová most te tévedtél, még járhatatlan is, mert senki nem képes egy fél életen át hazugságban élni. Még úgy sem, ha csak önmagadnak hazudsz. Mert akkor sosem leszel azzá. Nem Ömer vagyok. Ömer. Ömer meghalt bennem. Én...